Sziasztok! Sokan kérdezték tőlem, barátaim, ismerőseim, vasasszurkolók, hogy Mészöly Kálmáról miért nem készítek emlékező videót. Ennek nagyon egyszerű az oka, Mészöly Kálmán nem láttam élőben játszani, hanem egy-két foci farsangon a tévében, illetve egy-két kispályás mérkőzésen láttam őt játszani, és rá elsősorban edzőként emlékszem. Ellenben Mészáros Ferenccel, akiről sajnos ma el kell készítenem a videót, hiszen ugye 73 esztendős korában elhagyta a földi életet, és most már ugye a mennyországban focizik azokkal a játékosokkal, akik már a válogatottban, illetve a Vasasban ugye elhagyták szintén a földi életet. Mészáros Ferenc Bubu, ahogy mindenki ismerte, egy legendás nagykapus volt, és hát nem tudom, hogy van-e jelző, amit illetlenség volna rá az ő fantasztikus kapus tudására elpufogtatni, mert ha azt mondom, hogy óriási kapus volt, zseniális kapus volt, korszakos kapus volt, aki ugye 68-tól a 80-as évek legelejéig védte ugye a Vasas kapuját, és több mint 250 mérkőzésen védte a Vasas hálóját, akkor ezzel túl sokat nem mondtam el. Lehet sorolni az adatokat még, ugye magyar bajnok volt az eddig utoljára bajnokságot nyert Vasas 77-ben, ugye annak volt ő az alapvető legjobb és leginkább védő kapusa, de volt magyar népköztársasági kupagyőztes kétszer is, ugye 73-ban és 81-ben, és aztán a 80-as évek legelején átigazolt a Sportingba, ahol szintén legendás kapus volt. Hát ugye, ha megnéztek a Sportinggal kapcsolatos videókat, sőt a YouTube-on van fenn Mészáros Bubu Sportingban történő védéseiről is egy nagyon jó kis összefoglaló videó, tehát ott is emlékeznek rá, ott is tisztelik, ott is szeretik. Tehát volt portugál bajnok, 82-ben volt portugál kupagyőztes, és hát ugye 84-től még játszott két idényt a Rába Etóban, hogy aztán még levezetésként ugye a Setúbalban is focizzon. 39 évesen is még védte a magyar válogatott kapuját, tehát egy különlegesen nagy pályafutás fűződik az ő nevéhez, és bizony nagyon nagy meccseken volt a magyar válogatott kapusa, például a legendás Románia elleni 0-0-án, ami ugye a VB-selejtezőn közel juttatta a magyar válogatottat a továbbjutáshoz, hogy aztán majd a norvégok és a svájciak elleni mérkőzéseken ez be legyen biztosítva a magyar csapat számára, és így kijutottunk a 82-es világbajnokságra. A 82-es VB-n is nagyon-nagyon remekül védett. Igazából magát hibáztatta, és még tudom, hogy évtizedek múlva is magát hibáztatta azért a belga gólért, amin elment a továbbjutás a csoportból, mert hogy mi nem csak kijutottunk 82-ben, hanem hajszál hiány tovább is jutottunk, de azért el kell mondanom nektek, hogy ott rengeteg védő hibázott, mire eljutott egyáltalán az akció oda, hogy Mészáros egy nagyon picit mellé nyúlt, de alapvetően egy remek kapus volt, akiről a saját korában mindenki azt mondta, hogy bármelyik európai válogatottba befért volna. Nem volt sportszerű az életmódja, azért ezt is rögzítsük le, mindenki tudta azt, hogy aktív láncdohányos volt, de ez nem zavarta őt abban, hogy zseniálisabbnál zseniálisabb védéseket produkáljon. Én nem láttam, amit a nagyöregek mesélnek, hogy néha a kapufa tövébe is odarakta a cigarettát, és hogyha egy rendkívül gyenge ellenfél ellen játszottak, akkor még rá is gyújtott. Ebben nem is vagyok biztos, hogy ez igaz ez a történet, de az bizonyos, hogy akkoriban még messze mások voltak az ilyen típusú elvárások a labdarúgókkal szemben, és az, hogy egy focista cigizik, azzal senki nem látott problémát igazából. Persze néhányan, akik már kicsit jártasabbak voltak abban, hogy a tüdőterhelés az hogy tud jól működni, azok azért elmondták, hogy nem kéne, de tiltani nem tudok arról, hogy bárkit is tiltottak volna abban az időben. Úgyhogy egy fantasztikus, legendás kapustól búcsúzunk, aki az élete utolsó időszakában visszavonultan élt, kicsit kerülte is a nyilvánosságot, talán meg is haragudott emberekre, talán arról is szó volt, hogy ő az ő gondolkodása, nagyon erősen magyar, nemzeti gondolkodása nem mindig talált magának partnert, ezt nem lehet tudni, ez lehet, hogy egyszer majd kiderül, lehet, hogy egyszer valaki elmondja, de ebben is következetes volt, ebben is kitartó volt, és ahogyan mondják a hozzá közelállók, nem nagyon mozdult ki élete utolsó éveiben már a lakásból se, és a Vasas mérkőzéseire pedig nem járt, interjúkat nem adott, valószínűleg azt is gondolta, hogy ő bőven betöltötte a feladatát akkor, amikor kapus volt, akkor, amikor két ország számára hozott dicsőségeket, hiszen a portugálok is, még egyszer mondom, nagyon büszkék rá, és ezután neki már nem kell ebben a reflektorfényben fürödnie. Úgyhogy egy nagy kapustól
és egy fantasztikus sportolótól búcsúzom most el ebben a videóban, akit még egyszer mondom, láttam védeni. Nagyjából egy olyan 30-40 mérkőzésen láttam védeni, láttam a Rába Etóban is pár mérkőzésen védeni, de a legtöbb mérkőzését a Vasasban. Mindig óriási tekintély volt, a hátvédeket valóban egy igazi vezetőként irányította, és nem nagyon mertek neki visszaszólni az ellenfél játékosai sem, hogyha vitatott szituáció volt. Tehát egyszerűen volt egy olyan tekintélye, ami a klasszisok tekintélye volt, és megmerem azt kockáztatni, hogy más időszakában is a magyar labdarúgásnak biztosan válogatott kapus lett volna. Azt azért még mondjuk el, hogy két világbajnokságon is védte a magyar nemzeti válogatott kapuját, ez azért elég ritka a kapusok között is, ugye tulajdonképpen a Szabó Antal, a Grosics, illetve az Ilkú, ez a három, aki két világbajnokságon is védett, bármi odáig jutnánk, hogy egyszer magyar válogatott kijutna a világbajnokságra. No hát ettől a legendás kapustól búcsúzom, akit gyerekkorunkban imádtunk, én is és a testvérem is, és mészáros poszterekkel volt tele a falam, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tudnék még róla mesélni, de talán a lényeget elmondtam, talán egy kicsit unjátok is, egy nagy legendától búcsúzik most a magyar labdarúgás. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt állt a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.